Idegön földön, így él az magyar. No, olyan nehezen se vártam soha az verradást, mint azon az éjszakán. Mondtam is a sógornak, hogy mondok, most már tudom, milyen lehet annak az éjszakája, akit másnap akasztanak. A szondikácsa, de még az se olyan rossz, mint a miénk, mert a síralomházba civar is van, bor is ölögendő. No, minden rémisztő állapot eszünkbe jutott, amit valaha mesébe hallottunk. Mert mondok, mert az eleven kalamár is láttam, még az hétfejű sárkányt is elhiszem. Azt mondok, brummogé vajon a sárkány vagy bőg, vagy hogy ordét. De egyik se emlékezett. Igaz, hogy nem is hallatszott egyéb, csak az tengőrnek a szüntelen való locsanása. Még pépázni sem mertünk, mert attól tartottunk, hogy megláti valaki az masinagyútást. Mondok azt, mikor megverratt, hogy mondok, most már száj le bőrcsök, azt néz körül kácsába ebben az idegöny országba, hogy hó vagyunk. Hát, bőrcsök le is szállott, de kácsa csak vakaródzott. Hogy a szondi? Ő mezitláb van, azt hát, ha meghűl. Ej, na nézd, mondok, azt a pafátlan Pilátusát az apádnak, mintha nem teljes életödbe mezitláb jártál volna. Nem láttalak-e még 10 esztendős korodba is, hogy csak egy rongyos zsebkendő volt rajtad, az is a hátadon? Ó, hogy a fene lapíjon meg, mondok, talán bizony azt gondolod, hogy te vagy a báróné? No, ilyen mérök. Vonakodik kácsa, hogy a szondi? Hát, ha valami kiruhan az erdőbű. Mám mondok, ne szólj többet, mert tudod azt, hogy bíróval pappa nem jó töréfáni. No, arra már kácsa löereszködött nagy köserveset az alsó ágig. De ott mögé fő kajabát. Jaj! A szondi, inkább el sem vedek husanetet. Nem alkuszok, mondok. Hát, leszállott nagy lassa, azt megindult bőrcsük után. De csak úgy szötte az lábát, mintha tüske között járna. Mondok a sógornak, sokra becsüli ez is a bűrit. Annyi bizonyos, hogy se azelőtt, se azóta nem láttam olyan erdőt, mint az. Na, mi erdőnk, az csak kaszáló ahon képest. Olyan irdatlan nagy fák álltak ottan. Az olyan különösek, mert volt közte olyan is, mint a szamár farka, mikor ordít a szamár. Se ága, se gálja, csak a nagy magas szálas döröka. Azt a tetején a sok levele, mint az pemét. Mikor az erdőhön érnek, a szondi kácsa bőrcsöknek. Állj meg, Péter! A minek? A szondi bőrcsök. A pihenjünk! S főkap főmászik a legszélső fára. Hát, ahogy mászik a nagy barocfa formájú fára, egyszer csak nagy sivalkodás meg rekögés támad a fán. Azt látjuk ám, hogy egy pár kis szőrös ember ugrál az ágakon ide-oda. Hő, kácsának se küllött több. Csak eleröztötte az ágat, az lehuppant az földre. Szaladt vissza hozzánk, mint a nyúl. Jaj, jaj, itt vannak! Léhegi. Az emberövők! A nagy rivalkodásra magam is megdöbbentem, de gondoltam, ha ilyen apró fajta hitván fajzat itt az ember,
Hát akkor úgy jöhetnek. Ava, leszállottunk mink is az fáru, az pépára gyújtottunk a fatőbe. Onnan néztük a vad emberöket. No, fele furcsa fajzat, az mökül adni. Még legyeszőjük is van, mint az bornyónak. Az volt olyan, hogy csak főgőr bítötte a címörit az ágra, az úgy himbálózott nagy mérgese, mint az harangütő. Akkor láttuk azt is, hogy lábuk nincsen, hanem négy kezük, azt a kezükön járnak. Ha beszélni kék velük, mondok, hogy mifélék. Hát már akkor kácsa is megbátorodott, azt azt mondi. Megpróbáli, ha értenek-e cigány nyelvön. Hát majd megtudjuk, hogy értenek-e.